Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, Gábor vagyok az Autós Navitól, és a mai alkalommal a Zoe-mnak a akkumulátorját megpróbálom 100%-osan lemeríteni, tehát megyek vele, amíg az autó meg nem áll. És hát nyilván azok számára lehet ez egy érdekes kísérlet vagy próba, akik mondjuk elektromos autóban ülnek, és még sosem merészkedtek ilyen messzire. Jelen pillanatban most 11 km a megtehető hatótávunk, de már ilyen 20 km környékén már narancssárgába világított. Ugye legutóbb a hatótáv tesztnél, amit még nyár végén készítettem, és 305 km-nél még írta, hogy körülbelül ilyen 20 km-es megtehető hatótávunk van, akkor már elértünk a narancssárga szintig, de idáig még nem. 15 km alatt már pirosba rakta magát, és már ilyenkor hellyel közel azt mondhatnánk, hogy a teljesítményt is visszaszabályozta, de ez eddig még nem tette meg. Tehát még nem vagyok ekkomódban, és gyakorlatilag mehetnék tovább normál teljesítménnyel az autóval, de meglátjuk azt, hogy ez meddig tart, és mi fog következni ezután. Úgyhogy tartsatok velem ez alkalommal is. Szerintem egy érdekes és izgalmas kísérlet lesz. No, tehát elindulunk Angyalföldről egészen Fótig, ami jelen esetben szerintem nem lesz meg a 11 km, tehát rövidebb a hatótáv, de hát attól függően most ugye a fűtés, klíma be van kapcsolva, ahogy folyamatosan használom is az autót, tehát effektíve én ezeket mindig próbálom, ahogy mondtam korábbi videóknál is, komfortosan használni, kezelni. És hát ugye az a cél, hogy elérjek egy használható mobility töltőhöz, ami a Fóti Osan parkolónál remélhetőleg megtaláltatik, ha elérünk oda. De most éppen 10 km a megtehető hatótáv, piros, még mindig normál módban megyünk, tehát még mindig nem kapcsolt át eco módra, de hát mondjuk gyorsan sem megyünk. Minden esetre próbálom egy picikét nyüstölni az autót, hogy jó legyen. Ide raktam a kis kamerát az ablakra, ami folyamatosan figyeli, remélem látszani is fog a műszerfal, hogy hogy változnak itt a megtehető hatótávok. Úgyhogy érdekes lesz. De minden esetre, hogy ne maradjak az útszélén, bárhol is állnánk meg, hogy bárhol is fejeződne be ez az akkumulátor merítés, beraktam azért a biztonság kedvéért az EcoFlow Delta Pro elektromos áramgenerátorunkat, amiről is ugye vissza tudok néhány kilovattnyi energiát, ugye ha 100%-ra fel van töltve, akkor 3,6 kilovattnyi energiát az autónak az akkumulátorjába. Jelen pillanatban csak a otthoni hálózati egyfázisú töltőről, az is itt van nálam, úgyhogy felkészültem a legrosszabbra, tehát minden esetre ez ki fog derülni, hogy szükség lesz-e rá, vagy sem. Most éppen 9 és 10 km között ingadozik a megtehető hatótáv. Még mindig nem vett vissza egyébként a motor teljesítményből az autó. 10 km a megtehető, úgyhogy haladunk előre. A kiírt 8 km után egyből gyakorlatilag áthúzta a megtehető kilométer számot. Piros minden, gyakorlatilag 0 kilométert ír megtehetőnek, és hát haladunk tovább, még mindig nem korlátozta be a motor teljesítményt, a klíma, a fűtés ugyanúgy működik, mint ez eddig, és most tarthatunk körülbelül, hogyha most az eddigi fogyasztást nézem, akkor kb. Ilyen 6 kilométeres megtehető hatótávnál, és még mindig semmi. Tehát mondjuk kíváncsi vagyok, mert ugye számos videót néztem korábban, ahol is egy bizonyos szint alatt már berakta teknős módba az autót, korlátozta a teljesítményt, a maximális sebességet, hogy tényleg elérjen az ember oda, ahova szeretne, vagy legalábbis egy töltőig.
hogy ki tudja használni a töltési lehetőséget. Tehát minden esetre ez majd ki fog derülni. Még ez eddig semmi drasztikus nem történt. Most így, hogy megtettünk az indulásunktól számítottan, ugye akkor még 11-12 km volt a megtehető hatótáv, és megtettünk ahhoz képest közel 10 km-t, most dobta be a gép, hogy limited performance, tehát hogy visszaszabályozza a teljesítményt, és gyakorlatilag valóban nem engedi nagyon nyomni a gázt, megyünk, de nyilván kisebb teljesítménnyel. Nem rakta át érdekes módon Eco módra, és azt nem tudom miért, nem, mindegy. A lényeg az, hogy minden maradt a régiben, csak éppen egy kicsikét kisebb teljesítménnyel megy az autó. Úgyhogy itt vagyunk már az M0-ás csomópontjához közel. Én nagyon bízom benne, hogy sikerül elérni a Mobility töltőhöz, vagy legalább oda az Auchan parkolóba, hogy ott egy kicsikét könnyebben tudunk megállni, mint itt a relatíve forgalmas úton. Úgyhogy mindjárt megpróbálunk odaérni, ha sikerül. De láthatóan nagy csodák nincsenek. A lényeg az, hogy nem igazán ír ki semmi extra dolgot, azon kívül, hogy jelezte, hogy visszaveszi a teljesítményt. Itt vagyunk az Auchan parkolóba. A parkoló másik végén van a Mobility töltő, és megmondom őszintén, hogy most tartunk 12 megtett kilométernél, és az autó még mindig gond nélkül megy, tehát most kénytelen leszek itt tényleg kimerülésig körözgetni a parkolóba, vagy amíg azt nem mondja, hogy akkor big füty, és akkor megadta magát. Egyelőre, mondom, 12 kilométer, vagy megtehető kilométernél, amikor már megtehetünk 12-t, még mindig megy az autó. Tehát egy picikét túllőtt a célon a tervező, de ettől függetlenül meg azt mondom, hogy ez azért sokaknak megnyugvást adhat, hogy igenis, valamilyen szinten azért nem fogja kicsontozni azt a kilométer számot az autó, hanem hagy egy kis olyan puffer tartalékot, amivel talán lehet számolni, hogy ténylegesen odaér az ember egy töltőoszlophoz, hogy esetleg ki lenne nagyon centizve a megtehető kilométerek száma. Úgyhogy itt azt hiszem, hogy most körözgetni fogunk, mert ugye 500 méter után még mindig megyünk. A teljesítmény az igencsak visszavett, tehát most 44-nél nem nagyon akar jobban gyorsulni. Teljesen jól haladhatunk, de tényleg a teljesítményen érződik, hogy erősen vissza van már szabályozva. A klíma be van még mindig kapcsolva, tehát még jön is a meleg, ezzel sincs effektíve semmi probléma, úgyhogy megyünk másik irányba is, mert az jó. Úgyhogy körözünk tovább. Thank you.
1851,8 kilométernél kiírta az autó, hogy ne tovább. Kirakta, hogy limited performance, még engedte menni, de gyakorlatilag berakta teknős üzemmódba, és 10 km per órás, 14 km per órás sebességgel eljutottunk ide a parkoló szegletébe, és megállt az autó. Tehát gyakorlatilag 1827 kilométernél adott még föl 12 megtehető kilométert. Ehhez képest gyakorlatilag ugye a 27 meg 12 az mennyi, az 39, és 1851,8 kilométert tudtunk, illetve hát kilométeren áll most a kilométer óra állása, ami azt jelenti, hogy több mint 25 kilométer a 12-vel szemben, tehát dupla annyi energiát tudtunk kivenni, mint amennyit az autó, vagy kilométert tudtunk megtenni, mint amit az autó nekünk gyakorlatilag felajánlott. Úgyhogy most, igen, azt mondja, állítsam meg parkolóállásra. Lekapcsolom az autót, ha tudom. Remove keycard. Jó. Tehát alapvetően most megálltunk, és tényleg se előre, se hátra nem tudunk menni az autóval. Hallottam már olyat is, hogy egy rövid megállás, vagy bezárás plusz a kilométereket eredményezett, úgyhogy hát most ugye nem a legjobb helyen vagyunk, de annyira nem vagyunk útban senkinek. Úgyhogy alapvetően a töltő egyébként itt van mögöttünk nem messze. Oda kijutni körülbelül egy ilyen 200 méter lenne, de ha nem tudok most plusz energiát egy ilyen újraindítással, vagy bezárással, kinyitással gyakorlatilag eredményezni, akkor elővesszük az EcoFlow Delta Pro-t, rákötjük a kis egyfázisú töltőt, és addig, amíg annyi energiát vissza fogunk szippantani az autóba, amennyi szükséges ahhoz, hogy eljussunk a Type 2-es 22 kW-os AC töltőhöz. No, eltelt néhány perc, kinyitom az autót, és megnézzük, hogy a műszerfalunk mit mutat. 0%. Tehát alapvetően a megtehetőnk az 0%, tehát alapvetően a megtehetőnk az gyakorlatilag nulla, de jelen pillanatban nem enged semmit. Nem, tehát pittyek, puttyog, gyakorlatilag se előre, se hátra. Úgyhogy igen, elkezdem feltölteni a Delta Pro-val az autót, hogy haladjunk előre, úgyhogy mindjárt kibányászom a csomagtartóból. Nézzük ezt a jó madarat! Az a jó benne, hogy nem nehéz. Csak 45 kiló. No, szóval itt van ez a csodálatos EcoFlow generátor, amit már láthattatok. Alapvetően bekapcsoljuk az eszközt, 78%-on van. Itt most nekünk olyan nagyon nem is kell sokkal több. És bedugjuk a töltőbe. Bekapcsoljuk a kimenetet, mert ugyannak működnie kell, és már mutatja is, hogy ready a töltőnkön. Power, tehát tolja is az autóba a töltést.
mindjárt el fog indulni a dolog, reméljük legalábbis, mert ha nem, akkor elég nagy slamasztikában vagyok. Minden esetre úgy tűnik, hogy próbál inicializálni a rendszer. Ezt nem hiszem el. Komolyan mondom, hogy lehetek ilyen hülye. Nem hiszem el. Komolyan mondom, nem hiszem el. De akkor nem... De ott a szimulátor. Csinál védőföldet. Mondom, a másik autó nem működött. Ennél nem. Nem tudom el. Gratulálok hozzá. Igen. Yeah. Csak ott láttam, már beraktam a gépet, mert rohadtul szétázott volna. Igen. De tök mindegy. Ezek szerint akkor a Zoe-val nem fog működni a töltés. Nagyszerű. Van 1000 elektromos autó, egyedül a tetves Zoe-val nem működik a töltés. Remek. Hát ennél szerencsétlenebb napon már nem lehet, de tényleg. Na mindegy, akkor berakom üresbe, aztán eltolom jobb híján. Megette a fene az egészet. Figyelj, majd beszélünk, Péter, jó? Most nekem elegem van ebből. Oda kell jussak a töltőhöz, és nem tudom, lehet, hogy még szarrá is fogok ázni. Na, hello! Hello! Istenem! Ezt a szívást! De... Jóban tudom. Visszatoljuk. Aláhúzzuk. Nem baj. Másfél tonnát kell csak oda tolni. Remek lesz. Vicces lesz, nagyon. Nem baj, röhög rajtam a félvilág. Nem baj. Nagyon jó. Fasza, még jó, hogy lejtő van. Ott meg emelkedő. Oh, hát a technika ördöge némileg bekavart ebbe a mai tesztbe, mert a saját hülyeségem miatt gyakorlatilag nem működött ez a Delta Pro visszatöltési mechanizmus, ugyanis a Zoe-nak a töltőelektronikája nagyon keresi a védőföldet, ugyanis ugye háromfázisú motoron keresztül van vezetve a töltés a töltőelektronikáról, és ebből kifolyólag a védőföldet folyamatosan keresi a töltőelektronika, és miután ebbe a hordozható energiatárolóba ezt nem találta meg, független attól, hogy rácsatlakoztattam még egy ilyen földhurok generátor vagy szimulátor kis egységet, ami más autóknál egyébként tök jól működött, hiszen ott is vannak, hogy a töltő például számtalanszor keresi a házban a nullát vagy a védőföldet, és ez az egység gyakorlatilag megoldja, de az Zoe-nál nem, és kiderült, hogy ennél a nyomorult francia csodaautónál ezt nem lehet megmalmozni, nem lehet átverni az agyát, és ebből kifolyólag nem indult el az egyfázisú töltés a kis hordozható otthoni töltőmről. Úgyhogy kénytelen voltam egy 3-4 órányi veszőfutás után elindulni és feltolni az autót ide a töltőhöz, és hát megmondom őszintén, hogy nem lett volna egyszerű a helyzetem, hogyha nem jön két fiatal ember egy füstölgő dízel Toyota Hiace-szel, és nem ajánlják föl, hogy felhúznak ide, úgyhogy elég ironikus látvány lehetett, amikor itt a Superchargereknél behúztak egy füstölgő, tényleg egy dízel kis furgonnal, ami már, hát nem akarom bántani őket, de eléggé ragymatag állapotban volt, és utána van kötve egy elektromos autó kötélen, úgyhogy kicsikét csúsztam le az ülésben, hogy ne lássák, hogy én vagyok, mindegy, hát most állnak itt körülbelül 8-an, és töltenek, és lehet, hogy magukba meg rajtam röhögnek. Mindegy, a lényeg az, hogy
Elindult a töltés nagy nehezen, mert számtalanszor hibára futott természetesen, mert még legyen egyszerű a dolgunk, hogyha bonyolult is lehet, hiszen az egyfázisú töltés, hogy nem indult el, nem találta meg a földet, illetve hát a védőföldelést, a töltőelektronika bevágta ezt a Charging Impossible nevezetű piros hibaüzenetet, ami a Zoe-sok köreiben, azt gondolom talán a legrosszabb ómen, hogyha megjelenik a műszerfali kijelzőn. És miután ugye följöttem ide nagy nehezen, és rádugtam a háromfázisra, itt se indult el, úgyhogy ki kellett nulláznom az autót, ami ugye két módon lehet, megvárok egy 5-6 percet, gyakorlatilag bealszik az autónak a elektronikája, és utána engedi a töltést, vagy leveszem mondjuk a kis aksi sarut, de gyakorlatilag ugyanannyit kell várni, tehát effektíve azt mondom, ha bezárjuk az autót, vagy csak egyszerűen bezárjuk kulccsal, akkor már megoldottuk ezt a problémát, ez nyilván Zoe-sok számára érdekes, mint lehetőség. A lényeg az, hogy elindult a töltés, nagyon-nagyon szépen ment, most már több mint 50% felett vagyok. Minden esetre, ami érdekes, hogy ugye az autóba 45 kWh bruttó kapacitású akkumulátor van, ugye ebből használható 41 kWh energia, és hát amikor elindult a töltés, az 1% és a 0 között körülbelül 4 kilovattnyi energiát töltött be az autóba. Tehát a puffert először feltölti, majd utána kezdi el számolni a százalékos értékét az akkumulátorunknak a töltöttségének. Úgyhogy ez a nettó-bruttó közti differencia, amit ugye kivettünk az autóból, így a teljesen lemerítésnél, ez feltételez még egy ilyen 15-20 kilométernyi plusz hatótávot, amit meg tudunk tenni láthatóan, amikor már az autó azt írta ki, hogy most akkor ne tovább, sehova, és gyakorlatilag nullát mutatott körülbelül ilyen 20-25 kilométeren keresztül, úgyhogy ennyi energia áll a rendelkezésünkre még egy ilyen 41 kWh akkukapacitású, nettó kapacitású akuval rendelkező Zoe-nál, hogy eljussunk egy töltőoszlophoz. Én elcsesztem, már bocsánat, hogy ilyen vulgáris vagyok, mert a parkoló másik fele felé mentem, tehát pont legurultam a végén az aljába, és onnan meg hát, hogyha nem jönnek segíteni, akkor fel kellett volna tolnom. A sorsfintora, hogy ugye órája még sütött a nap, most leszakadt az eső nem régiben, úgyhogy ennél rosszabb már tényleg nem lehetett volna. A lényeg az, hogy már sinem vagyok, elindult a töltés, mondom, már szépen halad, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy egy tanúság mindenki számára, hogy ne engedjük teljesen lemerülni az autónkat, de ha netán mégis a helyzet úgy hozza, hogy nem tudunk mit csinálni, és muszáj ki autóznunk az összes energiát, akkor ezzel a kapacitással, illetve ezzel a százalékos arányjal, vagy kilométer számmal még számolhatunk egy töltőoszlopig. Ha tetszett ez a kis, mondhatni majdnem kudarcba fulladt teszt, akkor kérlek benneteket nyomjatok egy lájkot itt a videó alatt. Hogyha szeretnétek hasonló autóteszteket, autóbemutatókat, termékteszteket, termékbemutatókat látni, akkor annak a legegyszerűbb módja még mindig, hogyha itt lent feliratkoztok YouTube csatornánkra. Én mindenkinek megköszönöm, aki ezt megteszi. És hogyha azt a kis harangot is kipipáljátok, akkor értesítést is fogtok kapni arról, hogyha új tartalom kerül feltöltésre a csatornán. Ne felejtjétek, megtaláltok még minket az Instagramon is, lájkoljátok szintén Facebook oldalunkat. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ma, további szép napot kívánok! Sziasztok!